A Szent István napi ünnepséget a Karolina Nők Egyesülete és a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület együttműködésében rendezték meg. A Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, mint minden évben hagyományokhoz híven, méltóképpen megemlékezik a Szent István királyunk, államalapítónk napjáról. Minden évben különböző táborokat, kézműves táborokat szervezünk, ez idén nem ez előtáborra esett a választásunk. Természetesen ez évente különböző tartalmakkal, különböző technikával dolgozunk. A hétfőn megtartott nemezelő foglalkozáson az egyesület tagjai és kézművesei vettek részt. Közülük néhányan már ismerik a nemezelés technikáját, de voltak olyanok is, akik most találkoztak először vele. A kézműves tábor az ünnepség bevezető rendezvénye volt. Augusztus 20-án délután a gimnázium templomba, Szent István templomba fog szent missa lenni, ezután, ezt követően pedig itt nálunk a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben kerül sor a kenyér szentelésre, azaz a kenyér áldásra, ahol Gyuris László plébános és Kis Nándor lelkész fogják megáldani a kenyeret. A Szent István napi rendezvény ünnepi akadémiával zárul.